Az előző korszak kormányaival ellentétben, tisztelt ház, mi megkérdeztük az embereket, akik hangosan és határozottan válaszoltak. Hitet tettek a megújulás mellett. Tisztelt ház, a válaszadók 91%-a ért egyet abban, hogy a megújuló Magyarországon az alapvető kötelességeink ugyanolyan fontosak, mint az alapvető jogaink, tehát azokat is deklarálni kell az alaptörvényben. Szintén több mint 90%-os egyetértés van arról, hogy a legfőbb közös értékeink számára, mint a család, a rend, az otthon, a munka és az egészség, kiemelt alkotmányos védelmet kell biztosítanunk. Ugyanekkor a többség ért egyet abban, hogy a jövő nemzedékek iránt valamilyen formában alkotmányos kötelezettséget kell vállalni, vagyis alkotmányos garanciákra van szükség a jövő nemzedékek érdekeinek védelmében. Alkotmányosan korlátozni kell az állam mindenkori eladósodásának mértékét. Bár jó magam is azok közé tartozom, akik úgy vélik, hogy a gyermekvállalás felelősségét elismerő plusz szavazati jog segíthetne például a népességfogyás lassításában és megállításában, a válaszokból kiderül, hogy az emberek jelentős többsége ezt nem támogatja, más megoldást várnak erre a problémára. Annál inkább támogatják viszont azt a gondolatot, hogy a gyermeknevelés olyan közcélú és közhasznú vállalkozás, aminek költségeit nem szabad adóval sújtani. Szinte egyhangú elvárás az, hogy ne lehessen a magyar adófizetők pénzét például offshore cégeken keresztül eltüntetni, ahogy ez az előző korszakban napi gyakorlattá vált. Egyetértenek abban, hogy a határon kívül élő magyarság a nemzet teljes értékű része, a velük való nemzeti összetartozás értékét bele kell foglalni Magyarország új alaptörvényébe. Egységes, tisztelt ház, a magyarok álláspontja a természeti környezetünk sajátos természeti értékeink megóvását illetően is. A magyarok minden eddiginél hangosabban és határozottabban megüzenték, hogy Magyarország nem eladó, a magyar föld és a magyar víz nem eladó, sem most, sem később. A válaszadók 94%-a akarja azt, hogy indokolt esetben a bíróságok szabjanak ki tényleges életfogytiglani szabadságvesztést. Hasonló egyetértés van abban is, hogy a törvényeknek mindenkire vonatkoznia kell, és itt nincs kivétel. Tisztelt ház, én is úgy gondolom, ez a széleskörű egyet akarás a legfőbb erőforrás a Magyarország megújulásának. Ez az egyetértés és egység kell ahhoz, hogy sikeresen megvalósítsuk mindazokat a mélyreható változásokat, amelyek hosszú távra meghatározzák az ország jövőjét, nem csak a mi számunkra, hanem a következő nemzedékek számára is. A nemzeti konzultáció sikere azt jelenti, hogy az új alkotmány az egész nemzet alkotmánya lesz, hiszen a magyarok akarata és véleménye érvényre jut benne. Az új alkotmány kivételesen erős alaptörvény lesz. Azok, tisztelt ház, akik tudatosan és előre elhatározottan kivonják magukat ebből a munkából, elárulják a szavazóikat, hátat fordítanak nekik. Tisztelt képviselőtársaim, arra kérem önöket, álljunk ki minden magyar emberért, függetlenül attól, hogy milyen pártra voksolt, hogy ennek a megnőtt felelősségnek a tudatában végezzük tovább az alkotmányozás munkáját, amihez sok sikert kívánok mindannyiuknak. Köszönöm, hogy meghallgattak.